Szerintem kéne legalizálni, mert vannak olyan dolgok, mondjuk mit tudom, hogy betegségek, vagy olyan lelki állapot, de depressziós betegek, akiknek ez jó hatással van a közérzetükre, vagy épp a betegségükre valamilyen fajta féle megoldást kínál. És nem hiszem, hogy tehát nyilván megvan minden. Ennyi Rolexanax se lehetne, mert csomó minden okoz függőséget, ezt be lehet szabályozni, ugyanúgy, mint bármi másnak. És hogyha valaki utána is rászokik, akkor ez van. De ahogy a sört is be lehet vezetni, akár ezt is be lehet, ez is egy bevétel akár, tehát hogyha ebből is még akár gazdolhat. Profitálna az országunk is, és ez teljesen jól működik más országokban. Hát a világban, meg az életben egy csomó olyan dolog van, ami által nyilván, amiben menekülhetünk. Ez nem feltétlenül a fű, ez nem feltétlenül az alkohol, ez nem feltétlenül a gyógyszere, és ugyanúgy minden másban is lehetünk szenvedélybetegek. Tehát most akkor a fű az mivel másabb? Szerintem gazdag ország lennénk, hogy jól tudom, hogy a Amerikában egy pár államban legalizálták brutális adóbevételeket. Tehát olyan adóbevételeket, ami a 50%-át fedezi az éves bevételnek, szedik be marihuánából. Mondtad, hogy van egy versenytársa az alkoholnak, én szerintem nem zárják ki a kettő drog egymást. Megszabott áron kéne eladni őket. Tehát és én, hogyha tehetném, akkor mindegyiket, mind a fű, ha legalizálnak a fűet, akkor sokkal drágább adnám az alkoholt is, meg sokkal drágább adnám a cigarettát is. Eljött a te időd. Készíts egy perces videót, és nyerj vele 100 000 forintot, vagy a 3 darab Sziget heti egy egyikét. tasz.hu/20